Én nem vagyok házasság ellenes, nagyon nem. Nekem ez már nem fontos. Lányomnak beszéltem először a Péterről, és hát pont az 50. születésnapomon találkoztak először. És mi tetszik ebben a paliban? És szeretem az agyát, amikor, ha nem tolja túl a dolgokat, szellemes tud lenni, nagyon érzelmes, és szeretem a derűjét. Sziasztok! Tegnap elindult a 6. évaddal a Nyerőpáros, és hát ilyet még nem csináltunk, mindig meg szoktuk kérni a Blik olvasóit, hogy kérdezzenek a kieső párosoktól. Hát olyan gyorsan kiesett Déter Enikő és párja Kis Péter, hogy erre nem is volt lehetőségünk, úgyhogy ha nem haragszotok, akkor csak én kérdezek. Jó. Sziasztok! Szevasztok! Szép napot mindenkinek! Mi úgy estünk ki, hogy be sem mentünk gyakorlatilag. Nagyon rossz volt ezt nézni. Az történt, ugye, hogyha valaki nem látta volna a tegnapi nekünk adást. Is. Mondd, mesélj. Igen, hogy egy köldöksérved előjött, ha jól tudom. Igen. Mi soha történt? Soha nem volt vele problémám. Gyakorlatilag tinédzser korom óta volt ez a fonott kalács köldök, amire mondták, hogy jó, azzal majd valamikor. Soha nem volt semmi gondom vele. Ott egy rossz mozdulattal konyhába utána kaptam valaminek, és mint a hasba szúrtak volna. Mert ritkán jársz konyhába. Nem ez a... Sajnos, vagy hál' Istennek, teljesen mindegy. Tehát egy rossz mozdulatnál elpattant, úgy hívják, hogy kizáródik a köldöksérv, és onnan egyenesen kórház lett belőle. Tehát akkor már az történt, hogy egyben mentetek egy orvosi vizsgálatra, és akkor ott azt mondták, hogy vége a játéknak? A stáb orvost odahívták Péterhez, és a stáb gondoskodott róla, és leszervezték a Bajcsi Zsilinszky kórházba, és egyébként a Bajcsi Zsilinszky kórháznak megköszönjük szépen, és pár nap múlva meg is műtötték a Pétert. Amikor ugye elmondtátok a többi játékostársnak, hogy vége, akkor ugye azt mondtad, hogy nem is percekben számoljuk ezt az első játékot, hanem vége, és azért ott a könycseppek is jöttek. Tehát azért gondolom, erre nagyon rákészültetek, és akkor az első pillanatban, hogy ennek vége, az nem lehetett jó. Igen, tehát a harckészültség az olyan szinten állt, hogy akkor tényleg megütötted, ami látható is ott, hogy valóban a könnyeimmel küzdöttem, mert annyira szerettem volna bizonyítani, hogy megérdemlem ezt a tündérvirágszálat, és ez nem sikerült. Aztán később rájöttem, hogy hívjuk jó Istennek, végzetnek, akárminek, ennek így kellett lennie. Tehát ez nekünk ott lett vége. A Balázs légitársaság elrepített bennünket valami járdaszigetekre. A Bajcsi. És eljette és egyébként tényleg én is megköszönöm így a Bajcsi kórház dolgozóinak, és a tündér anesztesek, mint egy délutáni szúnyogkából úgy ébredtem, mert ezt tényleg meg kellett műteni akkor. És mikor történt a műtét? Tehát a kiesésetek után mennyivel kell? Hát gyakorlatilag 3 nap múlva már. Tehát rajtam múlt, hogy saját felelősségre távozom, mert 2 orvos már, mondom, be volt kötve, tehát már túl voltam műtéti előkészítésen, ott a karcalaggal jöttem ki, tehát az nem kellék volt. A felvétel, és ki kellett jönnöd? Ez így történt? Vagy? Nagyon akartuk, és még bíztunk benne, hogy hát, ha nem, de hát, hogy a műtéti előkészítésből hoznak ki valakit, vagy onnan távozik saját felelősségre, és a műtéti várólistákat ismerve, hogy szinte azonnal megműtenek, akkor érzékeltethető ezzel, hogy tényleg komoly volt a baj. Nézd, ezt nem lehetett elmismásolni. Persze, én egy nagyon harcos vagyok. Nem a könyöklős, de a harcos és a küzdős. Biztos, hogy taktikában rossz lettem volna, és ezért abban egyébként a Péter sokkal jobb. De megfordult bennem, hogy álljunk ebbe bele, bírjuk ki, hogy akkor majd én tolom a sót, vagy ha emelni kell, persze, a Péter fényévekkel erősebb, mint én, hát a fizikai erő, az nem összehasonlítható a kettőnké, de aztán be kellett látnunk, hogy ez mérhetetlen felelőtlenség lenne, egyrészt önmagunkkal, a Péternek önmagával szemben, és ez egy csapatmunka, ugyanúgy, mint a színház. Egy nyerőpáros is csapatmunka, és nem csak azoké, akik látszanak, hanem a stábtagok, mindenki, aki ebben részt vesz. Elgondolkoztatok azon? Gondolom azért több év vagy nyerőpáros láttatok, vagy legalábbis részeket biztos, hogy láttatok, hogy nektek mi lett volna az erősségetek a műsorban? Most említetted, hogy nem biztos, hogy taktikáztál volna. Miben lettetek volna nagyon jók? Mennyire ismeritek egymást például? Én teljesen biztos vagyok benne, hogy
a gerinctelen könyöklés és az egymás háta mögött susmorgás, az teljesen hiányzott volna az eszköztárból. Bocs, hogy megállítok, de milyen jó, hogy ezt most el tudjátok mondani, ez biztos, hogy nem lett volna benne. Aztán hány olyan páros láttunk, ahol a ötödik nap kivetköztek magukból? Ez a fél egyébként a félelem, hogy mennyire tudsz kontrollált maradni egy kiélezett helyzetben. És ez nem csak arról szól, hogy beugrasz egy medencébe fejest, és persze ott sem mindegy, hogy honnan érkezel, meg előtte milyen napod volt, de az mérhető. Vagy ha futni kell, vagy nem tudom, persze szakbarbár vagyok részben, tehát ha végig meg kell tanulni egy szerepet, el kell játszani, de ott is az is csapatjáték, és ez is csapatjáték. És hogy a stressz helyzet az kiből mit hoz elő, senkinek nincs olyan tökéletes önismerete. Pont ez a lehetőség, amit nem azt, hogy megsirattam, de ami annyira hiányzott, hogy bebizonyíthassam, hogy egy ilyen stresszes helyzetben sem fordulok ki magamból, és nincs semmi olyan rejtett állat bennem, amit neki szégyelnie kellene, vagy amit később magyaráznom kellene. Olyan érdekes, hogy most elolvastam egy pár nyilatkozatotokat, hogy mindig azt látom benne, hogy te olyan hálás vagy, hogy az Encivel élsz. Ez pont olyan boldogságot okoz neked, és ez tök jó hallani szerintem nőként, hogy... Boldog mázlista vagyok, persze, tehát, hogy Isten tudja, miért van velem, de amíg ez így fenntartható... Tessék, akkor most tegyünk pontot a végére. Enci, miért vagy vele? Pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. Az elmúlt 9 évben. Nem figyelj, amíg nincs sose... betöltött nap, amíg nincs betöltött addig nap. Én... Tehát én holnap leszek 48, de még csak azt mondom, hogy 47 múltam. Mielőre hadd mondjuk azért, hogy boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Aztán remélem, hogy ebből nem lesz családi perpatvar. Úgy néz ki, hogy most már megérem ezt a 48-at. szóval azért várom a komoly válaszodat is, hogy mi a jó ebben az emberben, amiért együtt töltitek a mindennapjaitokat. Ezt a 8 év, 6 hónap, 4 nap... Nem merek több napot mondani előre. Mennyi időt? 8 és fél év. Jó. Nap. Szóval nem tagadom, ugye akkor sem voltam már karunüli, amikor találkoztam Péterre, nyilván tetszett. Aztán volt egy SMS csaták, gyűlölök SMS-t írni, de volt bátor és pofátlan és roppant szofisztikált módon küldött nekem SMS-t. Mi volt ez? Ezt nem fogom elmondani, ezt a mágában sincs. Majd megmutatod utána? Nem, egészen biztos, hogy nem. Megpróbáltam. Tehát bátrabb volt, mint amit így azt gondoltam, hogy na nézze, öcsért, ezt is hogy engedte meg. Ez egy ilyen masszázs munkakapcsolat volt, hogy valami problémád volt? És igen, akkor, egy rendezvényen voltam, én műsorvezető, ilyen beauty fórumon, a Péter meg könyvet promotált, ugye ő angol tanár, az eredeti szakmája. Yes. My teacher. Na, és akkor ez így, tetszett ez a pali, de nem, hogy mer ez ilyen. Egy ilyen csibészes, pofátlan, és ez tetszett. És akkor ebből elindult egy, ugye akkor nem tudta, hogy én nem írok SMS-eket, ebből elindult egy SMS csata. Tehát azóta is csak szívecske, hóember. Valóban később meghatódtam rajta, hogy olyan hosszú SMS-eket válaszolt, hogy senkinek az égvilágon. Csak ikonokban kommunikál, és én leszoktam fordítani neki. Tehát ami mondjuk nekem egy perc megírni egy SMS, az neked mennyi volt ebben az időszakban? Hát egy ujjal, úgyhogy szemüveg nélkül, de felvettem a szemüveget, és így pötyögtem ott. Ez így túl gyors, hogy... Ne, azért nem most már gyorsabb. De abban az időben. Abban az, és aztán akkor persze találkoztunk egyszer-kétszer, mind a ketten válogfélben voltunk. Erre ugye azt szokták mondani, hogy tranzit kapcsolat, és nem tudom, igen, egy komoly 2-3 hetet jósoltak akkor egy bizonyos tévécsatornánál. Én érdeklődtem, hogy esetleg a pszichológus még mindig a pályán van-e, vagy hogy megkereshetnénk. Hogy... Mert ez a tipikben nyilván van a nagy számok törvénye, és mi tetszik ebben a paliban? És szeretem az agyát, amikor ha nem tolja túl a dolgokat, szellemes tud lenni, nagyon érzelmes, és szeretem a derűjét. A bosszant is néha, tehát ezt azért nem... Mert azért mind a ketten elég extrovertáltak vagytok, eléggé szerettek pörögni, tehát azért néha a két dudás egy csárdában effektusa szerintem bejátszik, de vagy legalábbis így kívülről nézve. Én vagyok a dudás otthon, de hogy... Ja, te vagy a fő dudás. De hogy nem. Azt olvasom innen, hogy a párom, és tudom, hogy ez nem szabad ebben válkálni, de mégis a bulvár újság vagyunk, megkérdezem, hogy házasságban már gondolkoztatok esetleg? Vagy... Ó, még soha nem tették föl nekünk ezt a kérdést, igaz? Tök eredeti vagyok kora reggel. Én a legelején, persze vicceskedve meg az ember így kompenzálva, de mondtam, hogy
nézd, tulajdonképpen jó parti vagyok, nem kell eltartani, már szültem két gyereket, és nem akarok férjhez menni. És ez a mai napig így van. Nem a savanyú a szőlő, tehát az a csókolom, kifogott halat nem kell letetni. Tehát, hogy nem ez volt a hozzáállás, hanem az, hogy ha nincs róla papírod, nem köt össze ház, gyerek, biznisz, stb., akkor igenis dolgozni kell nap, mint nap azon, hogy a másiknak is kedve legyen ott ébredni. De jó, ez nekem nagyon tetszik. Azt tudom, hogy most már családi házban laktok, tehát igen. akkor az a... Az biztos, hogy egy melós dolog lehet, egy házad, gyerekek. Ó. Hát azért egy raklapnyi gyerekünk van így összesen. Összesen menjem, nálad négy. Kettő, négy. És tehát összesen négyen. Négy, igen. Nem terve, egyébként szerintem az is, de azt a legelején elhatároztuk, hogy nem nevelgetjük egy gyerekét. Tehát az én lányom az már bőven felnőtt volt, a fiam mostanra már az. De hogy nem nevelgetjük, nem játsszuk azt, hogy akkor... mintha ti testvérek lennét, mert hogy nem. De beszélnek egymással, a Péter lánya kifejezetten kedveli az én felnőtt nagylányomat. Ritkán találkoznak, de akkor ők szoktak kettesben is beszélgetni, és ezek okos, kamasz és fiatal felnőtt nő közötti beszélgetések. Mély és valós érdeklődés. Tehát egy végtelenül hálás vagyok azért, hogy Zsebi és Gigi az én két kisebb gyerekem felé fordult, már az elejétől fogva. Tehát annyi megértés volt bennük, mivel hát ők is végigélték, csak jóval idősebben a válás gyötrelmeit, hogy tudták, hogy mind mennek keresztül, és a mai napig hálás vagyok. Azért, ahogy ők viselkedtek az én gyerekeimmel. De nincs rózsaszín köd, meg ezt nem... Tehát igenis azért vannak percek. Realitásokban és van, amikor ez nem egyszerű, hogy ezt jól fésüld össze. És egyébként ugye ezzel megkérdezték, hogy jaj, és akkor miért nem házasodtok. Gyakorlatilag az első pár hét óta mi együtt élünk, roppant bátrak voltunk, hogy tényleg mi bajunk lehet. Hát te voltál... megírtál 5 SMS-t is. Tehát igen, hogy mi bajunk lehet. Én nem vagyok házasság ellenes, nagyon nem, csak úgy gondolom, hogy nekem már megvolt, Péter is elmondja, hogy ő mit gondol erről, illetve hát elmondta nagyjából, hogy nekem ez már nem fontos. És nyilván emögött azt is tudom, remélem van ennyi önismeretem, hogy emögött van egy félelem is, hogy nem akarom még egyszer azt végigélni. Bár egy sima szakítás is fájdalmas, de az... amikor ez hivatalos és bíróság előtt, és az senkinek pokoli. Nem kívánja az ember. Az pokoli. Biztos. Persze, ennek, túl lehet rajta lenni, de az pokoli. Ennek próbáltam az ellenpólusát megadni azzal, hogy nem attól kell félni, hogy jaj, és akkor kisebb házba kell majd élni, vagy akkor szétdobjuk a családi KFT-t, hanem az, hogy drágám, nem azért vagyok kedves, hogy lejár mindjárt mandátum, és hogy még maradhassak. De ez tök jó. Arról beszéltek még nekem egy kicsit, ha lehet, hogy amikor egy ilyen válási procedúra után a gyerekek ott maradnak, ők az új párt mindkét oldalról hogyan fogadják el? Ez egy nehéz menet volt? Zavarba ejtő volt Enci számára, hogy milyen szeretettel és azonnal hogyan fordultak felé az akkor még kicsi gyerekek. Tehát az... És nekem meg rendkívül megtisztelő volt, hogy akkor még tinédzser Zsebi és már a 20 éves Gigi milyen természetességgel fogadtak az anyjuk oldalán. A lányomnak beszéltem először a Péterről, és hát pont az 50. születésnapomon találkoztak először, és arra emlékszem, hogy hát megismerte, akkor még nem jelent meg újságban, még titkos volt ez a sztori. Úgy üldögéltem a bárpultnál, hogy még nem voltam sajtónyilvános. Te vagy a Péter, és akkor ennyit mondott, hogy köszönöm, hogy vigyázom a mamára. Jaj. Ez volt a lányom. A fiamnak is beszéltem róla. És akkor kérdezte, és akkor mit csinál? Hát mondom, hát figyelj, az van, hogy 10 évvel fiatalabb, mint én, és akkor erre azt mondta a 12 éves fiam, hogy az tök menő. És mondom, angol tanár, hát akkor tök csóró. Tehát
így kezdődött. És persze... Nagyon jó. És ez mit sem változott azóta? De hát azért ezt tudjuk, hogy nem a pénz mozdít előre egy kapcsolatot soha, én ebben egészen biztos vagyok. És ugye hát, amit mondtál, annyira megható volt, és zárjuk ezzel a gondolattal a nyerőpárosban, hogy hát neked már megvan a főnyeremény. Jaj, gyerekek! De tényleg. Azért, bocsánat, amikor ezt nézted, egy kicsit megizzadt a tenyér, és azt mondtad, hogy úristen, Péter, miért mondasz róla, miért tévéműsorban? De amikor most visszanéztétek tegnap este. Picivel több bajunk volt akkor, hogy ebbe belegondoljon szerintem, hogy én akkor mit beszélek. De nagyon kedves volt, csak hogy nem tudom, én egy kicsit zavarba jöttem volna, hogyha párom ilyet mond rólam. Persze tudom, hogy én vagyok a főnyeremény, ez egy másik kérdés. Nem. Viszont naponta elmondom, tehát hogy hozzászokhattál volna már. Na, tehát én ilyenkor ezt megpróbálom lekezelni, de ott nem akartam, és az nyilván látszott, hogy azért nincs jól, sem mentálisan, sem fizikailag a Péter, és azt kérdeztem, hogy akarod, hogy beszéljek én? És nagyon furán működöm egyébként, hogy amikor van egy krízis helyzet, akkor így tudom felülről nézni, és azt érzem, hogy penge leszek, és utána zakongok egyetül. Egyébként tegnap én bevallom és írtam. Miután megnéztetek a műsort? Ahogy néztük, igen. Kicsit újra átéltük ezt az egészet. Átéltük, és akkor azt nyilván ezt a szakmám is elvárja, hogy mindegy, hogy milyen napod van, showtime és show must go on. Én sajnálom, hogy kiestetek, de mi örülök, is, hogy jól vagy. Mi is sajnáljuk. Köszönöm szépen. És jó egészséget, és akkor lehet, hogy lesz a 7. évadban, még beszélek a szerkesztőkkel, hogy hát, ha még egy körre mehettek, mert szerintem simán megérdemeljétek, hogy játszatok. Ahogy. Indítanak senior kategóriát, vagy esetleg van egy ilyen egy handicap vonal, akkor azon végig bármikor. Enikő, Peti, köszönöm szépen, hogy beszélgetettünk. Szia, sziasztok. Mindenkinek minden jót. Viszlát, sziasztok. Hello. Sziasztok.